Ha év vége, akkor céges bulik, karácsonyi összejövetelek és szilveszter. Mind a bulizásról, jókedvről és elkerülhetetlenül az alkoholról szól. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy ügyeljünk ilyenkor is a mértékletes fogyasztásra. A nagyobb kórházak toxikológiai osztályain naponta 5-10 beteget kezelnek etilalkohol mérgezéssel, ami a laikusok számára annyit jelent, hogy az illető teljesen részegre iszza magát. Gyakorlatilag ugye az ittasság, részegség, alkohol, mérgezés az a spektrum, ami egy alkoholfogyasztás kapcsán előfordul. Az egyéni érzékenység szabja azt meg, hogy kinek mennyi alkohol az, amely már megárthat. Sajnos azt is meg kell mondani, hogy időnként nem csak az alkohol kórokos szerepe merül itt fel, hanem esetleg egyéb teljesítményfokozók, élvezeti szerek szerepe is benne van, amely kombinálva sokkal hamarabb, sokkal kevesebb alkohol mennyiségnél is nagyobb problémát tud okozni. Tehát én azt gondolom, hogy a mértékletesség az. Mindenki tudja az, hogy neki mi az elég, és tudjunk megállt mondani. Nagyon fontos az, hogy ne fogadjunk el idegenektől szórakozó helyen olyan alkoholt, amelynek az eredete nem tisztázott. A minőség kérdését évről évre komolyabban kell venni, főleg a fiatalok körében. Az Egészségügyi Világszervezet egy felmérése alapján a megkérdezett magyar lányok 33,5%-a 15 éves korára már legalább kétszer volt részeg. A fiúknál ez az adat 41,2%. Az alkohol hatásának szempontjából fontos a gyomor telítettségi állapota is. Ezért szokták javasolni a szakemberek, hogy éj gyomorra ne fogyasszunk alkoholt, és italozás közben is együnk szilárd ételt, ami felszívja az alkoholt. Az alkoholmérgezésnek számos kezdeti tünete van, ezek közül a legismertebb a széles alapú járás és a nehézkes kommunikáció. Az alkoholmérgezés az már az ittasságnak az a stádiuma, amikor a személy önmagát menteni képtelen. Ilyenkor már a tudatállapot beszűkült, akár mélyen eszméletlen állapotba is kerülhet egy alkoholmérgezett beteg. Ennek több veszélye is van, egyrészt az eszméletlen állapot miatt a fulladás veszély, másrészt, hogyha közterületen következik be, akár ki is hűlhet, de hogyha, mint mondtam, ez esetleg más szerrel együtt párosul, akkor szívritmuszavar, szívmegállapot, légzésbénulás is bekövetkezhet, tehát az alkoholmérgezés az egy komoly sürgősségi ellátást igénylő kórkép, az ilyen személyhez mindenképpen mentőszolgálatot kell riasztani, és nagyon fontos, hogy ne hagyjuk magára. A szakember azt tanácsolja, ilyenkor ellenőrizzük rendszeresen a légzését, és ha az illető hányni kezd, fordítsuk stabil oldalfekvésbe. Így megelőzhetjük a fulladást és az ezzel keletkező maradandó károsodásokat.